Pólus Lászlónak felajánlottam, hogy beszélek egy kicsit, mielőtt ő bejön, hogy a beüvés még látványosabb legyen, de ő inkább mondta, hogy inkább szeretné beállítani itt a dolgokat, úgyhogy én most beszélek. Az előző darab kapcsán néha nekem is az az érzésem, hogy nagyon kell figyelnem, hogy a varázsszót el ne felejtsem, mert annyira megy a zenekar, olyan gyorsak ezek a részek, és annyira kell figyelni, hogy pont a határ alatt legyünk egy picivel, hogy még eljátszható legyen, de mégis nagyon impresszív legyen, hogy néha-néha úgy érzem, hogy ha nem vigyázunk, akkor kifut alulunk aló, de azt gondolom, hogy szerencsére eszünkbe jutott a varázsszó a végére. A Saint-Saëns cselló versenyről azt kell tudni, hogy Saint-Saënsnak valahogy mély kötődése lehetett a csellóhoz, hogyha arra gondolunk, hogy az állatok farsangjában is az egyik talán legnépszerűbb tétel, ugye a hattyú, amit szintén csellóra komponált, akkor tudhatjuk, hogy mit gondolt ő a csellóról, milyen érzelmeket fűzött a csellóhoz. Ez az első műve, az első ámol cselló verseny, ez egy viszonylag korai mű, és tulajdonképpen erre mondták a későbbi nagy zenetudósok és a későbbi nagy kollégák, hogy igazából ez jelentette azt, hogy Saint-Saëns tulajdonképpen megérett, beérett, igaz, egy zeneszerző vált belőle. Ez egy viszonylag rövid, a hosszú nagy cselló versenyekhez képest egy viszonylag rövid, de annál izgalmasabb, érdekesebb darab. Három tétel, ami teljesen össze van komponálva. És nagyon érdekes, hogy azt mondták róla a későbbiek, például Sosztakovics, akinek a cselló versenye szintén nagyon-nagyon népszerű és nagyon sokat játszott, hogy számára ez volt a mintapélda, hogy hogy kell cselló versenyt írni. Mert hogy a zenekar annyira valahogy fátyolszerűen tud, és mégis erőteljesen tud a háttérben maradni, hogy a szólista és az összes hangszín a csellón, akár fönt, akár lent, gyönyörűen át tud jönni a zenekaron. Pólus László a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának a szólamvezető csellistája, és nagyon-nagyon öröm számunkra, hogy ma estén itt nem csak a végre pódiumon lévő zenekarban, hanem a zenekar előtt Pólus László csellószólamvezetőként, szólistaként ülhet itt. Meg fogják hallani, fantasztikus a játéka. Köszönöm szépen.